Hát sziasztok! 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 Jó napot kívánok! Hát nekünk nem lesz annyira jó, mint nektek szerintem. Hát majd meglátjuk. Szóval a mai videó apropója az lesz, hogy megkínáltak minket a Hektorék ismét, Esztergomban található Hektor, hát nem tudom, hogy Chili Farm. Ja, gondolták, hogy adnak nekünk ajándékba, kipróbáljuk a legerősebb paprikákat, amik most jelenleg a világon létezik. Mert több kommentelő ugye ezt zokon vette, hogy a nyers paprika utánozhatatlan, akkor nézzük meg. Csak így belemutatom a kamerába, de majd csinálunk úgyis egy közeli vágóképeket, hogy ezek nyersek, ezek most lettek leszedve a tőről egyébként, úgyhogy ennél frissebben nem lehet enni paprikát. Hát Pupi szerintem ő lesz az, aki meghalma, hello. Átlagban 1 millió Scoville fölött van ez az egész. Igen. Amit az asztalon van, szerintem másfél is. Igen, igazából itt mindegyik 1 millió fölött. Ugye 1-2 van, amelyik inkább csak ilyen fűszerpaprika. Ízesítés. Ilyen ízesítés véget. De nem arról fog ez szólni. Nem. A főszer ebben egyébként, amire én nagyon kíváncsi vagyok, ez egy olyan paprika, amiről még nem is hallottam, szerintem ti is kevesen hallottatok róla. Ez a Pepper X. GD? Az nem tudom mi ez a GD. Na mindegy, ez a Pepper X egyébként ez, hát mi sokkot kaptunk, ezt most csak elmondom már az elején, hogy ez a legerősebb, ami itt most van a repertoárba. Ez mennyi, Pupi? 3,18 millió ezen a bizonyos Scoville skálán. Na viszont a lényeg az, hogy a mai videó pedig az lesz, hogy kitaláltuk, hogy próbáljuk meg legyártani a valaha elkészített legbrutálabb, legerősebb hamburgert, amit ember valaha a Földön látott. És mi hárman leszünk az elsők, akik átesünk. Az áldozatok. Az első áldozatok. Szerintem szűrni fogunk. Szerintem kezdjük el, és akkor meglátjátok, hogy lépésről lépésre elmondjuk, hogy mi hogy találtuk ki ezt a hamburgert. Lesznek csavarok, lesznek fordulatok, érdemes lesz megnézni. Az biztos, hogy érdemes lesz megnézni, mert különleges darab lesz. Én nem várom, megmondom, nem várom a végére. Három síró férfit még úgy találtak. Három síró nagy darab férfit, kettőt, mert a Tibi az nem annyira nagy, ellenben ő a legszebb. Majd Photoshop-al megoldjuk. Ja, egyébként igen, a pólóról annyit, hogy kaptam ajándékba ilyen pólót. Tibi, ez a Tibi egyébként átfotoshopolva. Ilyen leszek a videóban végig. A videó végén ilyen lesz, igen. Hát akkor kezdjük el. Lesz a darált hús. Ez egyébként a sima mezei marha. Ez megint egy magyar marha. Bármelyik áruházban megvásárolható. Nagyon marha, mint a Pupi. Jaj, ez jó lesz. Egyébként természetesen én csak viccelődünk egymással, mert volt már olyan néző, aki megjegyezte, hogy milyen bunkó vagyok veled, Pupi. Igaza is van. Szegény fiút itt bánják. Szegény Pupit itt megalázzuk. Amúgy meg is anyukád megnézi, könnyes lesz a szemem. Igen, lekapcsoljuk a kamerát egyébként, akkor rendszeresen megnézzük. Az még rosszabb. Csöcsbimbó csavarást, meg ilyeneket, ilyen nyálas fülit, ilyeneket kap egyébként. Sallár bőr a bőrön. Természetesen csak viccelődünk egymással, ez mindig igaz, nekem fáj. Neked fáj, és ugye kihat a jövődre, meg tönkre tettünk. Na kezdjük, Pupi. Na látod a Pupi. Ilyen sértésre én kaptam. Chocolate Reaper. Kezdjük a Chocolate Reaper. Ami elmondanék egyébként egy-két információt, amíg itt a gyönyörű kolléganőm. Ja. Ez melyik ez a Chocolate Reaper? Ez a Chocolate Reaper. Ez a Chocolate Reaper, ami 1,3 és 2 millió között. Én nagyon picikre próbálnak, ilyen pici kockát. Ez nem félcső. De rosszul néz ki, de csúnya, Istenem. Meglepően sok üzenetet kapok, hogy hiányolják, hogy nincs szellemcsilink. Erről mi a véleményed? Hát, erről megkérdeztük a termesztőt is, akitől ugye a Hektor Chiliék, akiktől ez az összes finom alapanyag van. Hát azért ezek a paprikák 70%-ban odaverik a szellemcsilit. Ugye a magyarok a neve, hogy szellem. Igen, szellem biztos ijesztő lehet a csili is. Nagyon jó marketingje van a szellemcsilinek, de csípősségben azért már bőségesen odaverik. Igazából nincs jelentőség, hogy most van vagy nincs. Amúgy előre tudok egy csípősebbet, ami itt az összesnél csípősebb. Hát én nem tudom, ez a... Az. Jó, persze. Meg a Nikoflex.
Meg az én angolom, ahogy a nézők egyszer megírták, amikor mediktáltam a paprikák neveit, hát az a csípősebb. Éppen ezt a kis finomat, várjál, van, ne csaljál, várjál, van még itt. Ja, azt hittem, hogy el akartad észre, el akartad sumákolni az utolsó falatokat. Szóval akkor benne, hallod, rendesen a illata már oda. Na nézzük, következő játékos. Következő játékos pedig az Apocalypse Chucklit. Mutasd be így a kamerába, maga a zacskót is, úgy Apocalypse. Köszönjük, Hector! Szintén ugye nem győzök dicsérni a Hectorosokat, akiket Facebookon, leírásban a Facebookjukat megtaláljátok, be lesz linkelve a Facebook oldaluk, ahonnan tudtok rendelni ti is egyébként ilyen paprikákat. Vagy akár személyesen, ha valaki Esztergom környéki megéri, én azt mondom, tényleg már jó fejek, nagyon, nagyon jól néz ki maga a chili farm. A szószaik, hát ez csodálatos, nagyon, nagyon kreatívak, szerintem rohadt kreatívak és nagyon... Nagyon jók tényleg a szószok. Hát gyerekek, ez nagyon csúnya ez a pap. Ez még rettenetesebben néz ki, mint a másik. Ez fájni fog. Apocalypse Chocolate, az kérlek szépen 1,5 és 1,9 millió a Scoville skálán. Ami azt jelenti, hogy az előző volt a Chocolate Reaper, hát körülbelül az a szint. Egy leheletnyivel gyengébb, amit szerintem ember nem érez meg. Most melyik gyengébb. Vagy úgy megérzi, hogy már nem tud különbséget tenni. 300 ezer felett, mert szerintem nem igazán érzi. De úgyhogy most ki az, aki kiérzi mondjuk, hogy megkóstolod az izét, Apocalypse Chocolate-t, megkóstolod, és azt mondod, hogy... kell, hogy ennél még szeretnék egy kicsit keményebbet. Azért a Chocolate Reaper egy picit, egy százzal csípős volt, tudod, egy száz Scoville ponttal. Nem tudom ki az, aki ezt meg tudja állapítani, de... Le a kalappal azelőtt, aki ezt tényleg meg tudja így. Tanultad ezt a szeletet? Ez saját, a konyhafőnök. Ja, várjál, hogy lehúzzuk így, új, szakszerűen, Lenyalod? Húba. Én sem. Hallod, ez. Na, itt a büntető. Pepper XXX GD. Kis barátom. Nem hagyjuk ki? Nem, semmiféleképpen nem maradhat ki. Hát és akkor eljön az a paprika, most ez a Pepper X névre hallgat. 3,18 millió gyerekek. Én ezt nem akartam hallani. Ha nincs nálad paprika spray és rátámad valaki, ezzel fejbe küldött. Szerintem ez durvább, komolyan. Mint a kézzel, most a szemedbe ne nyúljál majd bele, Pupi, mert... Nem, most megfogt. Megfogtad puszta kézzel. Húha. Remélem, Rikire el kell majd menned, fiam. Hallod most te izédet, a szemedet meg egyéb testrészeidet inkább ne fogd, hogy... Te meg a kamerát. Ja, hallod, kamerát ne fogd meg, Pupi, lemarja a lencsét. Bocsánat, később. Ne, gyerekek, ez büntetés. Ne, Tibi, ezt ne rak bele. Hogy ne raknám bele? Hallod? Hát éget, marja a nyelvem, mert csak hozzáért a nyelvem az. De amúgy én amúgy most már kezdek kicsit a Pupi oldalára billenni, hogy nem biztos, hogy kellene az a... Most már ne billenjetek sehova. Már csak az izébe, a parcellák közé fogunk billenni. Oda is billentenek. Ezt a vágódeszkát ki lehet dobni szerintem úgy, hogy van. Szóval, hogy ezt, vagy valami savval kell lekezelni, vagy nem tudom. Legyetek szívesek, aki ennek esetleg van lehetőség, az küldje már egy vágódeszkát. Ha legörgetsz a leírásba, csomagküldési lehetőség, követési lehetőség. Minden van. Egy kicsit megdöntöm, hogy lássák. Okay. Hogy tényleg belekerül, nincs csalás, nincs vágdosás, hogy ki... Hát most ezzel a késsel megvágnának, nem tudom, mi fájna jobban. Nem, lehet, nem a szúrásba, hanem a fájdalomba halnék bele. A következő az a Dragon's Breath Stinger. A következő az egy viszonylag újfajta a piacon, azt mondták nekünk. Igen, hogy ez egy új... Ez a sárkány lehellete ugye magyarul, angolul, nem tudom, hogy ejted? Nem. Ebben nem a legcsípősebb ma is, vagy mi? Dragon's Breath. Breath, nem tudom, hogy kell mondani, Breath. Ez 2,5 millió, 2,5 guriga, Tibi. Már csak kádobban lenne, nem ebbe a paprikába. És akkor már csak egy lesz egyébként a Trinidad Morgura Scorpio. Milyen kellemes neve, mi? Hát ez azért egy ismertebb fajta a mai világban szerintem. Volt esetleg már, vagy tudunk olyanról, hogy valaki egyébként a csípős paprikák miatt szenvedett valamilyen... Én pont tegnap olvastam, hogy egyetlen egy orvosi eset van, hogy állítólag egy ilyen migrénfejű-szerű napokig tartó fejfájást előtt, de az valami embertelen volt, hogy négy bokornyi karon zabált meg az állat. Egy kis sárkánycsípős.
ez a sárkány lehellet, hát megnézzük, hogy ez a sárkány, ez miféle sárkány ez? Remélem sűsű. Ez nem hiszem, hogy ez a szelíd egyfejű lesz. Na, akkor az utolsó játékos következik. Az milyennek a neve? Trinidad Morgura Skorpion. Nem így, így kell kiejteni? Nem, nem akartam angolosan, neki csúfolnak. Piros Skorpió! Piros Skorpió! 1,2 millióval befutott egyébként. Átérte a C-vonalat az 1,2 milliójával. Ők az ilyen enyhe kategória, ami azt jelenti, hogy ez a Fatali, az a neve, Fatali, nem tudom, hogy kell kimondani, ez 125 ezer és 325 ezer környéke, ami gyakorlatilag egy ilyen erős, magyar, hegyes, annál egy kicsi, annál erősebb, annál mondjuk kétszer. Igen, de ez a lehető kategória. Frontiera Suite, gyerekek, ez 0 és 100 ezer között van. Ezt az íze kedvére. De ez viszont annyira finom, juttassuk bele a kusiba. És akkor ezt most így összedolgozzuk. Átveszem a terepet, így egy kicsit azt a hal, hogy ez, pupi, ez nem jó, ez... Nekünk szerintem ez a mai nap, ez a végét jelenti nekünk. Otthon azért elbúcsúztál? Elbúcsúztál a szeretteidtől? Nem tudom, én most arra gondolok, hogy húristen. Jaj, menjél vissza. A csavar az lesz még a történetben, hogy titkos családi recept alapján elkészítettük a fekete burgert. Megvásároltuk egy nagy kertbe egyébként valójában. Ez sajt, amit házilag készített szintén egy helyi termelő. És ez egy csilis sajt, nehogy véletlenül valami nem csípjen esetleg, ne csípjen. De tudod, hogy fogjuk csinálni, pupi? Én már rájöttem. Hát ez úgyis ugye két oldalú a téma. Rá fogom csukni. A legjobb. Egyenletesen sül meg. De, ha ez nagyon kegyetlenül néz ki. Aha. Ne. Látszik, hogy benne van az, aminek benne kell legyen. Ebbe még több is van, Tibi. Ebbe a szívünk, lelkünk benne van. Szerintem egyszerre kettőt simán le lehet sütni, mert miért ne? Kinéz, gyerekek! Már az magáért beszél. Így gyönyörűen meg lesznek illetődve. Egy felhúzom, hogy a hallod? Kis játékban vagyok. Kicsit tényleg, mint a paprika spré. Aha. Amikor kap egy kis hőkezelést. Hát, de ízletetesen érzem óromat, hogy kaparja. Miki, nekem lehet az, aki nem ennem. Nem! Tétesi kérdés, nem a kinézet a lényeg. Miklós? Fasza. Aha, tényleg. Ah, ne. Jó, hát gondolod? Ne, ez nem jó. Tibi, én ezt nem tudom, ezt nem tudom csinálni. Ja, megnéztem, hogy oda pörkölte. Mi a fekete bucinál, könnyű megállapítani. Szerinted odaégett a fekete? Én? Meg, nem. Már igen. Mindenkinek ajánlom, aki szereti a barbecue szószokat. Ez egy csípős barbecue szó. Na már folytatódik a első szerencsétlen vállalkozó. Te ajánlod, hogy választhatom a Fatalit? Igen, én őt szeretném nyersen rá. Dragon's Breath. Te meg akkor elrakjál bele semmit. Ne, én is egy a Fatalit. Fatalit, jó. Kupival mi megkóstoljuk a Fatalit. Ez amit én eszek, nem? De ez a Dragon's Breath. Te még rárakod a sárkányt a tetejére? Hát ez nem normális ez a gyerek. Piros a tibié. Ez egy nagyon egyszerű kis buci, de annál... Ez nem a gurméságról szól, durvább. Szerintem. Jó étvágyat! Ó, ne gyerekek, ez nem jó. Nem jó ez így. Eljött az utolsó napunk. Ütött az óránk. Engem miért hittem meg? Az időnk lejár. Hát nézzétek meg, hogy... Megvárjuk, hogy elmenjen a fél hármas. Vannak itt. A fél hármas motor elment. Azért tényleg benne van, aminek benne kell lenni. Mutassuk meg, hogy azért ez nem csalás, nem ámítás. Ott van benne. Jézusom, ez kipottyan. Miért vagyok itt? Miért fogtam meg? Találkozunk oda át. A túlélésre. A túloldalon. Túlvilágon. A túlvilágon találkozunk. Szevasztok. Nézzük meg. Nem működik. Nem. Várj egy kicsit. Ah! Istenem, én már most érzek. Ez nagyon jött félre, pupi, már léged van. Ah, gyerekek, ez kegyetlen erős. Én nem tudom, én kezdek. Úgy de barja pofámat. Tényleg nincs több tej? Nincs. Istenem, de rossz. Nem bírom, én nem bírom. Kiszálltam.
Nézzél a pupit, nézzél a pupit! Hogy bírod? Nem beszélek. Hülye! Ne hagyd meg! Ez hülye! Hú, hallod? Folyik a íze. Eszük ketten is a felénél találkozunk. Jó! Hallod, érzem, hogy fújom ki a levegőt és ég. Ez tényleg sárkány lehellete volt, hallod. Jól mi? Vagy? Nem nyilatkozok. Mit érzel? Mit érzel? Nem lehet szavakba ölteni. Hogy vagy? Hogy? Jó vagy? Nem. Nem? Na, ez még rádobom? Uh-huh. De már mennyiségre is akkor elég jó, hogy megettél most hamburgerből. És a győztes, hát egyértelműen Tibi a mai nap győztese. Viszont Pupi a meglepetés. Csípős kihívásba. Számomra Pupi meglepetés volt. Jó vagy, Gergő? Arra mesél. Teljesen jól. Igen, Pupi az igen ő. Most elárulta a rendes nevét a Pupira. Úgy van a könyvben, ez vagy Pupi Gergő. Egyébként. Úgy van, hogy Pupi. Oltási könyvében az van. Az neked van, azt a kötöttem. Ez hülye. A mai napnak az abszolút vesztese voltam. Elismerem. El kell ismerni a veszteséget is, meg a vereséget, nem csak a győzelmet. A veszteséget? Miért? Te most nézel, vagy mi? Én nekem a Pupi nagy meglepetés volt, azzal kezdem, hogy nem gondoltam volna egyébként, hogy ilyen szinten bírja a csípőset. Mert te mindig mondtad, hogy te én nem sem, bírom. Én sem, azt hittem, hogy egy belárap, aztán olyan marca lesz, hogy... De ez azért a hamburger, csak azért a fejedbe, ez egy hamburger. Nem csíp. Úgy kellett volna. Kizárta az agyan csípőséget. Azért ezek a paprikák, ezek tényleg nem játék, ami bele volt pakolva, ezek a világ vezető paprikái. Sofőrök? Elnök, alelnök. Na, nem, ezek a tényleg a listavezetők ugye a csípősségben, erősségben. És egy gyakorlatilag te úgy falatoztad el, mint más a, mit tudom én, ezt a fagyit, ezt a nyalókát, vagy valami, kisgyerekek a nyalókát. Én jól laktam, köszönöm srácok, hogy maradt annyi, hogy te lehassam, menjek haza. Én egy fagyit viszont még megkülnök, adjatok majd fagyit. Még megegyem a csoki répőrt? Tegyed. Ez kell? Ezt akarjátok? Esküszöm, most megeszem. Hogy legyen meg? Jó, akkor, hogyha megnyomjátok a lájkot, akkor meg. Lájkot a Tibinek. Most már meg akarom adni. Tényleg, hozzátok. Ez lesz az elköszönés. Maximum nélkülem. Lehet, hogy nem betetek. Maximum. Ha nem bírom megenni a maradékot, te eszed. Akkor maradékot. Ez az egyetlen egy kikötés. Ha nem tudom megenni a maradékot, te fogod megenni. Otthon egyre lapot húz, és magába egy, mi az, Trinidad morgulát. Na, arra ültünk, hogy gyengének néztelek. Hol a fagyi? Ja, fagyi. Egy fagyi, bontsál már neki. Nem már. Hagyhattál volna Pupinak is. Gyerekek. Fúj, hallod, ennek a leheletettől ki, bekörnyeztem. Én meghajlok a Tibi előtt. Köszönöm szépen a részvételt. Most üt. Most jön? Jön. Van még fagyi, remélem. Köszönjük szépen a hektorosoknak még egyszer ezúton, hogy rendelkezésünkre bocsájtották ezeket a csodás paprikákat, és megkínoztak vele elég durván. Hú, most már azért piros a szemed, hallod? Most beálltál, ja? Aztán! Hallod, hát Jézusom! Még egy fagyi? Leírásban a hektorosoknak a linkje, onnan ezeket a paprikákat, és a szószokat, meg mindent szerintem érdemes böngészni, mert tényleg rohadt jó cuccok vannak. Köszönjük a füstefektet. Tetszett a videó, lájkoljátok! Dobjatok egy lájkot! Ha nem tetszett, akkor meg... Akkor is! Ha tűnik teljesen, mi ha tetszett, arra is dobjatok egy lájkot. Szavaztok!